Az egyik legismertebb Tolna megyei népdal közös eléneklésével kezdődött a különleges divat bemutató a Szekszárdi Művészetek Házában. Az este folyamán nem csak a szebbnél szebb ruhadarabokat csodálhatták meg az érdeklődők, hanem emellett sok érdekességet is megtudhattak azokról. Korábban is csináltunk már népművészeti rendezvényeken viseletbemutatókat, úgyhogy nem új keletű ez a fajta bemutatkozása a népviseleteknek. Szeretnénk, hogyha a mai embere megszemlélni, megcsodálná, megismerni ezeket a régi viseleteket, és esetleg netán ihletet merítene abból, hogy hogyan lehet ezeket a ma számára megőrizni, és esetleg a mai viseleteken, mai ruhadarabokon is hasznosítani, hordani. A mai színpompás Tolna megye című bemutatónkon Tolna megye 8 tájegységéről láthatunk viseleteket. Ezek elsősorban azok a nagyobb, kisebb-nagyobb tájegységek, akik velünk együtt élnek, illetve ezek közül kuriózumként van néhány olyan is, amelyek egyfalvas települések, tehát csak egy falu képvisel egy-egy tájegységet. Erre nagyon jó példa Siógárd, ahol ez a gyönyörű, színpompás, a magyar népviselet egyik legszebb gyöngyszeme csak ebben az egy faluban található meg. A Siógárdin kívül még nagyon érdekes, szintén egyfalus viselete van Bogyiszlónak, ami kicsit hasonlít a Sárközhöz, de mégis nagyon sok-sok egyediséget hordoz. Bogyiszlóról jöttünk, hogy bemutassuk ugye a népviseletünket és a hagyományainkat. Ez egy lány, fiatal lány viselet, és Selyemből van. A felseje az letűzött röpike, dédszüleim is igazából bogyiszlóiak, és ez miatt is ők varták a legtöbb ruhát. Nagyon közel áll a szívemhez. A viselet szimbólumhordozó jelleggel bír, használati szerepén túlmenően jelzi viselőjének nemzeti hovatartozását, életkorát, családi állapotát, társadalmi státuszát. A nők, és természetesen a férfiak is, mindenkorban szerettek szép ruhában járni, így a divat fogalma nem volt idegen a Kárpát-medence népeitől sem. Voltak, akik utánozták a nyugat-európai viseletet, mások ragaszkodtak elődeik hagyományaihoz. Tehát régen már ránézésre lehetett tudni, hogy ki honnan jött, milyen idős, hajadon vagy férjezett, szegény vagy gazdag családból származik-e. Igyekeztünk úgy összeállítani, hogy kor szerint is többféle korosztály jelenjen meg, a fiatal lánytól az idősasszonyig, illetve férfiig, illetve szeretnénk bemutatni a mindennapok viseletét, és ez mellett az ünnepi viseleteket, egészen a legvégén, a program legvégén mennyasszonyi ruhákat, illetve esküvői, mennyegzői viseleteket láthatunk. Elsősorban a fiatalok élénk, világos színeket viselnek, az idősebbek, ahogy korosodnak, egyre sötétül a viseletük, míg 50 éves koruk után általában feketében járnak. Érdekesség még, hogy lesznek eredeti darabok is, olyan ruhadarabok, amelyek több száz évesek, és lesznek olyanok is, amelyek természetesen vadonatújak, csak ugye a régi viseleti minták alapján készítették őket. Az esemény célja az volt, hogy kicsit közelebb hozza a ma emberéhez a régi kor ezen gyöngyszemeit, és az érdeklődő tekinteteket elnézve ez sikerült is.